Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Csavinyó vagyok, és itt vagyunk a kalandorok következő részében. Dogi Andival, szia Andi! Sziasztok! És itt van velem Alma is, szia Alma! Sziasztok! Hé, és velem mi lesz? És itt van Csabusa, a mostani vendégszereplőnk, hát tényleg majdnem elfelejtettem, hogy bemutassam őt is. Hát itt van Csabusa, a vendégszereplőnk. Szia Csavi! Hello! Na, és akkor a mostani tervünket erre a mostani részre Andi fogja közölni velünk. Sziasztok, daráló, és itt van velem egy sztár vendég, Csuma! Sziasztok! Akkor nézzük a mai pályát. Mi is a címe? Ja igen, nem tudom pontosan a címét. Ugyanis a mappa neve Holtak világa, a pálya neve viszont Lidércek világa, úgyhogy talán majd kiderül a pályán, hogy most melyiket kell használni. Ja, szóval ja, jobb lenne, hogyha ugyanaz lenne a kettő. De ha kiderül, akkor a videó nevében természetesen az a névben. Jó, az lesz a rendszer, hogy Csuma irányít, én pedig beszélek. Jó. Okay. Látványos. Tényleg ilyen holtasnak néz ki ezekkel a tüzekkel, meg sötét blokkokkal, meg ott valami koponyák voltak. Igen. De miért a padlót nézzük? Úgy néztem, mintha a common block lett volna, mert akkor most azonnal lemondtam volna, de most már... Ó, de keménykedni nem, a ez most már ez. Hiszen, hogy te első rang. Okay. Balról jobbra. Akkor szabályok. Éppen. Azt mondja, szabályok, ne csalj, ne tölj blokkot, ne rak le blokkot. Csak a feladat kéri, a nyomulapokra muszáj Y-nal rálépni. Ne game módolj! Úristen! Game lock keep inventory true aktiválva. Játsz könnyűn, 4 chunk látótávolságon játsz. Játsz kaland módban, érezd jól. Érezd jól! Mi a következő? Mit írt? Ez gonoszan kellett volna, jó? A történet. Te egy lidérc vadász vagy, akkor gondolom lidérc szekillága lesz. Oké. Okay. Tehát itt a pálya, a lidércek világa. Szépen le fogom őket vadászni, lelövöldözöm minden, beszippantom egy tortát, a szellem. Hát majd kiderül. Mint egy szellemi jutó. Te egy lidérc vadász vagy. A lidérc vadászok feladata az, hogy ne hadják, úristen, hogy a lidércek elfoglalják az emberi világot. A te feladatod az volt, hogy elpusztítsd a lidérc király, de sajnos a küldetés kudarcra végződött, és téged elvittek a lidércek az ő birodalmukban. Aha, akkor most itt vagyunk. Jó van. Első feladat. Most az a feladatod, hogy megtáld a kulcsot, amivel ki tudod nyitni a mindenség kapuját. Jól hangzik. Majd menj el a lidérc vadászok központjába a felszereléseidért. Tudnivalók. Jó, ezt hagyd abba, ez senkinek se lesz szórakoztató. Tudnivalók. Jobb, ha tudod, az emberek világában a lidércek, és te is láthatatlan vagy, mindig légy résen. Várjál, még egyszer. Jobb, ha tudod, az emberek világában a lidércek, és te is láthatatlan vagy. Ja, jó, oké, sikerült felfogni. Én nem értem. Nem, most a lidércek világában vagyunk, csak ez zavart össze, de ez meg az emberek világáról beszél. Oké, okay, következő. Ja. Blok place, katakomba kulcsa. Igen, következő. Nem látok itt semmi változást. mínusz egy, mert ott látszódik egy pálya rész. Nem biztos, hogy nem szabad, hogy látszódjon. Biztos nem lenne. Ez viszont jó, hogy így itt megváltozik középen. Mhm. Jó. Hogy? Nézzük meg a motorsot. Nehézség. Könnyűre állította, és ott van mellett a kezdő cuccok. Kezdő cuccok. Annik át volt nevezve. Magas sarkú. Lány vagyok. Szakadt ruha. Hát te mondod. Foltos sisak. És made in China. Made in China.
Így szépen felvettük azonnal. Jó, nézzük meg, hello, mi van beszek. Itt. Ezt nem tudsz. Ördög fióka. Átjárva az embervilágba. Ja, most ez volt a feladat. Menjünk. Nem, nem ez volt. De, menjünk az emberekhez, és szerezzük meg a felszerelést. Vagy akkor nem ugrani kéne. Na. Hát ott a lyuk mennyire. Egyébként tényleg. Erre is gondolt. Ja, oké, okay, ez plusz ja, hogy barrier volt ott. Azért aha, oké, okay, ez plusz. De hát az volt a feladat. Ja, mindenség kapuján keresztül. Ja, de ott se lehet menni. Mi van most? Jó, nézzük meg a feladatot. Mi ez? Katabomb. Ide kell menni a katabombába. De mi, mit írt? Már egy kicsit. Most az a feladat, hogy megtaláld a kulcsot, amely ki... Ja, hogy nem, ne oda menjünk, hanem annak a kulcsát kell megtalálni. Ha, jól tudtam. Ja, jól van, akkor tessék. Itt se semmi. Itt se semmi, oké. Okay. Nagyon ügyes vagyok. Ja, tényleg, életveszélyes vizet túlélted. Aha. Mert a víz lelassít, és mindegy, és, hagyjuk. És a lassúság jön. De hát nem úgy van, hogy lassan jársz tovább, élsz? Most mi van? Hát ez katakomba. És a vízen tudok átmenni, ott meg nem. De jó. Ez mi? Beszélj a... Gyerünk, Csuma, beszélj a... Oké, okay, bla bla bla. Valakinek gyémánt kardot adtunk ez a szíre. De... Remélem nem sértődik meg a készítő, de mutatok neki egy parancsot, ami nem fog... Ami segít. Ez a commandok output. Engem kicsit zavar, hogy ezeket itt kiírogatja. Hát igen. Ez... Most nem tudom, nem fogja. Jó. Jó. Előre. Ott van az a. Biztos vele kell beszélni. Barrier. Ez jó. Barrier, igen. Na, leveszem a ruháját. Leveszem. De nem, mi bajod van, hogy mindjárt vetkőztet? Beszélj velem! Nekem... A fejed nem kell. Gratulálok, legyőzted örökre a kapu előtte nyitva. Legyőztem! Legyőzted az őröket a kapu előtte nyitva. Hurra, legyőztem! De nem is harcoltunk. Biztos ő volt, leszedtem a fejét. Ja, jó. Már ez sem kell, hiszen halott vagy. Jó, tovább nevet... Hány, de kíváncsi vagy. Óóó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 ó
semmelyik. De ez most jól jöhet, mert ha... Mert a izével azzal lehet égetni, nem? Hogy rávitsz valamire, és azzal elkezdem égni. Hát szerintem nem. Exit kiárat. Hát ez nagyon vicces volt. Szépen csöpög a fa. Jó, csak egy sima folyosó, megjegyik, ez csak egy sima folyosó, mit csak, nézel? Csak az az érdekes, hogy mindegy. Menj visszafelé, tolod a középre, most akkor elvileg nyitva van a mindenség kapuja. Menj. De most hol van a kata gomb? Hát ez volt, ahol előbb voltunk, az volt a kata gomba. Oké, szerintem nem kellett volna látni. Biztos. Köszöntelek a mindenség kapujánál. Nagyon szép pingvinke. A mindenség őrzője. Szervusz kalandor, a mindenség kapujába csak az léphet be, aki megtalálja a három kulcsot. Ha megtalad, akkor bemehetsz. Sok sikert. Ez egy szivatós pálya, tehát találjam meg a kulcsot a mindenség kapujához, elvileg megtaláltam, mert hogy... Akkor mihez találtam meg a kulcsot? És most még három kulcsot kell. Persze, aztán belépünk, és akkor kiderül, hogy van ott még egy hely, és még beljebb van a kapu, de most majd öt kulcsot kell megtalálni. Elszomorkodok. Hát jó. Jó, hát ez nagyon jó. És... Várjál, most... Lecserélem. Ez meg mi? Én barátom, rég nem voltam itt, mi történhet, elmesél?
Persze. Isten. Venusz így időzít, véderángatta? Jó, hát akkor... Ez Venusz! Ez nagyon... Miért? Nem tudjuk, hogy nem ennek kéne történnie. Remélem nem valami mob aktivált valamit. Na. Szóval... Biztos az. Szóval mondom én, illetve te, hogy barátom... Mi van? Nézd. Ott kukac, itt. Itt. Igen, itt biztos szei parancsot használt. Hát, na azt. Jó van. Én. Még itt is, ott föl. Szóval te mondod, hogy barátom, rég nem voltam itt, mi történt, elmesélnéd? És a Lidérc vadász a barátod, persze. Miután elbuktál és elvitték a lidércek, a szent sárkány erődünk védő ereje is csökkente. És ezt használta ki a Lidérc király, hogy utolsó csapását bevigye nekünk, sajnos sikerrel járt, és már csak mi ketten maradtunk központozás. Gondolom a felszerelésedért jöttél, mennyi lejjebb ott van a ládában, de sajnos csak használt fegyvereink, felszereléseink vannak, de ha szerencséd van, találsz egy alig használtat is. Sok szerencsét, és akkor aztán mondod neki, hogy megígérem, megbosszulom a barátaink halálát. Igen. Szia, barítom, leveszem a ruhádat. És itt a Lidérc vadász, már vártam, hogy jössz. Persze, hogy vártad, itt volt, mit beszéltünk az előbb, nem? Sajnos mára csak ketten maradtunk Lidérc vadászok közül. A Lidérc király mindenkit elpusztított. Gondolom, felszerelésért jöttél, hogy befejezd a küldetésed. Nálam tudsz szerezni felszerelést. Fenn az emeleten van a láda, ott megtalálod, ami kell. De siess, mert a Lidérc király minden percben erősödik. Szedd ki a ládából felszerelést és öltözz fel. Fönt van. Mondta. Hát sejtettem. És akkor hogy tegyél már, tudsz, már nem kell lopni. Herre védő is volt, jól láttam. Szöges akármi. Mi van? Át voltak nevezve. Lidércek veszedelme. Hú. Szöges cipő. Szöges herevédő. Herevédő simán. Nagyon szép a herén. Szöges Lidérc páncél. Csak simán! Az mi a tékar? Ha. Ha. Hát akkor nevessünk. Húzd meg a kart. Okay. Más út nincsen. Így is tudok nevetni. Ha. Mondhatom szépen. Csak visszajöttünk, átjárja az embervilágba. Most kell az embervilágba menni? De mi? Mindig itt van valami zombi. Ja, gondolom az kintről jön, nem? Hát biztos. Biztos. Vagy látogatlan zombik vannak. Lehet, hogy annak volt tetejére spawnolt. Úristen, ne sötét. Hát szerintem nem osz. Mínusz egy, mert obszidiánnal nem jó, mert... Akár bevilágítod, akkor is sötét lesz, szóval mínusz egy. Oké, okay, Csuma mondta. Fölötted volt egy láda. Fölötted. Oh. Köszön szóta. Ez egy gondolat, jaj ne, elkésdöttem. A lidércek elpusztították a falut és a fegedek köddel bekebelezték. Jesszus. Ezért meghaltok. Wow. Na, most gondolom harcolni fog. Csak ennyi a faluból a lidércek leromboltak. Úristen. És tényleg változatlan a behalás. Na, gyerünk, üssek. Na, az ajtó, nyisd ki az ajtó. De láttad, eltűnt onnan már. Na, csak kocsak. Úristen. És a pályán kívül vagyunk, fantasztikus. Nagyon király. Okay. És még mindig ott van. Azok a kis. Oké, túlzásba esett, mindig. Hát ez egy ennyi túlzás, igen. Mondom. Nem, inkább mínusz kettő. De most így egy csapásra megölöm őket.
Mindegy, összeszedem a húst, hogyha esetleg elfogadna a kaja. Oké, ezek nem. És igen. Kész. Hát igen, ennyi azokon rakta le, és azt nem figyelte, hogy csak egyszer lehetne megnyomni. Úgy végül is nem lett volna gáz, tehát ez mennyi zombi volt? 8. Ránézésre 10. Lilcek vezetem. De most... mit kell megcsinálni? Ott van egy ajtó, szerintem azon kell menni. Aha. Tényleg. Mert nagyon érdekes ez a fal ügy körbe, amiben... Csak ha megölted a lilcéket. Ide tudtam volna menekülni, hogyha... Persze. Oh. Na, ennyi. Kövesd a halál ösvényét, az majd elvezet a Lidérc királyhoz, je? Yeah? Ez az, megyünk a főgonoszhoz. Lehet, hogy lesz egy labirintusra gondoltam itt. A Lidérc király kastélya. Nagyon csecse. Aha, nagyon... Csecse. Nem cse. És az a nyelve? Nyelvére kell felmászni. De tud... Jaj, bejöttem! Hát, gondolom. Azt hittem, hogy akkor már... Csonti mindjárt elő. Jön. Na, menjél. Honnan jöttek? Gondolom kintről. Jó, hát kintről most. Nincs itt lehet a zombi. A felkészülté Lidérc király... Előbb a nyomólapot szerintem az beszélgetés lesz. Lidérc király, most meghalsz. Másik? De azt mondja a Lidérc király, nyom egy riposztot, már vártalak, de ugye azt nem hiszed, hogy egy ilyen öreg csont fog veled harcolni, mint én? Nem, inkább hívom a seregemet. Ja, Istenem. Lidércek elő! Ameddig ide érnek, adok neked időt felkészülni. Hát ez aztán nagyon ördög és gonosz. És hogy engem ne tudj megölni, egy erőtérbe zárom magamat. Úr. Jó, hogy nem mondtad el a kombinációt. Istenem! Jó, hogy nem mondta a jelszót az erőtérhez. Isten. Tényleg ott. Jó. A másik kar az mi? Mere? A felkészítő. Ne. Van egy másik kar. Hát ha az, ha legyőzted őket. Ha megölted. Hú, de csábító. Megnyomjam. Azért nézd meg, hogy milyen szörnyek lettek volna. Előbb veszek egy aromának. Felkészülök. Na, megmondta. Ha, hogy készít. És gyönyörű. Paszi, de jó. Ezek olyan kedves effektet raknak fel egyébként. Igen. Az is fekete csontra. Ezen a Lidérc király, ha már lovon ül. Lidérc lovas, nem. Még egyszer. Jó, nem. Én sem szeretném. Lidérc király, hogy ölhetted meg a lovasomat? Jaj. Na mindegy, azt ne hitt, hogy engem meg fogsz ölni. Eddig követtem a Lidérc király, de nem látom most, hol vagyok. Ja, hogy a Lidérc királyt nem látom, és aztán úgy mondott, most hol vagyok. Központozás. Lidércek temetője. A temetőben menekült a király, az jó. Na ne. Nem volna. És zombi. Hát ez... Na, az biztos a Lidérc király lesz. Az, de előbb leveszem a ruháját. Jaj. Most mit csinálsz? Körülnézek azért. Végül is? Nagyon szép. És kapa. Ja, ez a halál, nem? Két halál van, nem tudtam. Két halál? Az szép. Legalább az egyik lenne a kék halál. Úristen! Lidérc király, kérlek, ne tedd ezt velem, esedezve, kérlek, ígérem, bármit megteszek, csak hagyj életben. Azt várhatod, lecsapom a fejét. Lidérc király, csak nem hitted, hogy harc nélkül adom fel. Ez meg kicsit kezd nevetségesen túlnyújtott lenni. Nem, most velem kell megküzdened. Jó. Úristen, de gyorsan jön. Nem kéne egy olyan nyolmat tennem. Hát, mire kimondod, addigra meghalsz, szóval. Az éjes. Hát akkor ott a kar.
ha megölted. Történet vége, köszönet. Ja, hogy a nyomólapok, az egyik a történet vége, a másik a köszönet. Uh-huh, és nem látszik, oké. Narrátor, most, hogy elpusztítottad a lidércek királyát, az egész földön béke honol. Köszönöm a mi és sok más világ megmentését. A narrátor beszél vele, ez egy kicsit fura. Az... Köszönöm, hogy végigjátszottam a pályámat, a pályát készítettem, motherfucka 986. Csuma, mesélj a pályáról, milyen volt. Jó, pozitívumok, negatívumok. Pozitív az a plusz. Igen, a jók a pozitívak, igen. Oké, pozitív, hát nem is tudom. Mi tetszett a pályán? Nem is tudom annyira. Inkább te kezd, nem tudok most így hirtelen. Jó, nem baj, kezdheted, mondani. Kezdheted az, és ami nem tetszett. Hogy például... Nem tudom, kezdte. Nem tudok, mit mondom. Nem kitalálom tudod? Addig. Jó. Most, hát ami így látszik is, ami tetszett benne, egy helyenként szépen volt díszítve. Természetesen főleg ez a szobor itt, nagyon látványos. Meg az a mindenség kapuja is elég látványos volt. Mondjuk nem sokat láttam bele, nem nagyon nézték körül, de jó, jónak tűnt. Ja, meg az elején is azok a kapuk, az a hely, ott érdekesen nézett ki. Igen. Úgyhogy helyenként nagyon csecse volt, helyenként viszont nagyon visszafogott. Az a folyosó ott a lombokkal, az nem tudom miért volt jó. Meg volt pár egy-két ilyen laposabb hely. Szóval, ja, mégis ez most pozitív, meg negatív is volt. Helyenként nagyon szép, helyenként viszont nem. A történet az érdekesen indult, igen, hogy lidérc vadász vagyok. Hú, igen, vadászom lidérceket. De a végére, ahogy mondtam is, kicsit olyan elnyújtott volt, hogy uh-huh, itt a végső harc, mégsem, aztán megint találkozol vele, akkor harc, akkor mégsem, aztán megint harc, aztán végre legyőzed, amikor harmadszorra találkoztok, vagy negyedszerre, nem is tudom, hátszok összefutni vele, mire végre akkor megtörtént. Szóval a végén egy kicsit olyan kizökkentő volt már. Helyenként a parancsok is jók voltak, értem, igen, azt, hogy érdekes szörnyeket rakott össze, hogy tényleg láthatatlanok voltak a lidércek. Igen, meg kicsit én folyamos is. Viszont, viszont nem volt teljesen topon a rendszerrendszer, tehát így lehetett akárhányszor aktiválni, és akkor egy kis hadsereget ott lehetett gyártani. Igen. Ja. Szóval lehet levegőt rakhatott volna a helyére, ami arra a parancsnak a helyére, vagy egy reston helyére, hogy ne tudja még egyszer aktiválni. Bizony, vagy a nyomólapnak a helyére. Így van. Igen. Jó, akkor ez volt, mint kiderült, a lidércek világa, a madafaka, mennyi? 986? Ah, igen, 986. 986. Jó. A kézikönyv óvjon. Oké, sziasztok!